Márfiné Horváth Henrietta, az idegen. A teherautó kínlódva felbőgött, gomolygó porfelhőt hagyva maga után komótosan kipöfögött a falucska főteréről. Hatalmas néma tömeg várta ezt a járművet. Két kisfiú mindenkit kicselezve, szinte az emberek lába között átsurranva próbált meg mind közelebb jutni az utasokhoz. Édesanyjuk halára vált arccal fedetlen fővel igyekezett őket követni. Éppen kenyérdagasztáshoz készült, amikor a nénye értesítette, most érkezett a kiszabadult hadifoglyokat szállító teherkocsi. Azon mód lisztes kötényében és ormótlan házi papucsában szaladni kezdett a főtérre. A 3 és 6 éves fiainak sem kellett több, ők is abba hagyták a bilickézést és futásnak eredtek. Imre, a nagyobbik gyermek még halványan emlékezett az ő óriási, pirosposgás arcú édesapjára. 4 éve is megvan már, hogy nem látta őt. Elevenen éltek benne a régi vasárnapi ebédek, amikor még az apja is velük volt. Felhőtlen, napsütéses, vidám napok voltak. Kinn a hűvös gáder alatt ültek a asztalhoz. Ilyenkor tatáik is velük költötték el az ebédet. Mindenki vidám volt, sokat beszélgettek. Ides, kipirult arccal sürgőt forgott körülöttük. Egyik pillanatban a konyhas parhettyén forgatta az utolsóként sülő húsokat, a másik pillanatban már az aranyló húslevest merítette a család fő tányérjába. Az ilyenkor meglesett pillantások beivódtak a kisgyermek agyába. Az apjuk mindig gyengéd szeretettel nézett a párjára. Tekintetével szinte megsimogatta főzéstől kipirult arcát, kontyából rakoncátlanul kibúvó szőke fürtjeit. Ides zavartan mosolyogva kapaszkodott párja tekintetébe, és ilyenkor általában ölébe kapta a kis Imikét. Édesapja átölelte őket izmos, erős karjával, és csókot lehelt mindkettejük arcára. Imre nagyon szerette az ebéd utáni sétákat apjával kettesben. Ilyenkor kimentek a szőlőhegyre, és jó gazdaként végigpásztázták a szőlősorokat. A kisfiú erre úgy emlékezett, mintha az ültetvénynek sehol nem lenne vége. Az ő óriás és erős édesapja nélkül bizony el is tévedt volna a szőlőrengetegben. A másik kép, amely megmaradt az apjáról, már korentsem ennyire felhőtlenül boldog. Az utolsó nap, mielőtt bevonult katonának, minden szempontból nagyon szomorúra sikeredett. Nyanya folyton fel alá járkált a konyhában, és csúnyán átkozódott. Ides nyemdőstet csitítgatni, hogy a gyerek előtt ne beszéljen ilyeneket. Ám az ő arcán sem volt nyoma a megszokott derűnek. Vörös, karikás szemei az átsírt éjszakáról nyújtottak tanúbizonyságot. Tata a kemencepatkán üldögélve némán, ráncos, érdes kezeivel cigarettát sodort magának. Lehajtott fejjel, a szeme sarkából figyelte a fiát, amint az magára öltötte a katonai egyenruhát. Apja nem engedte magát kikísérni az állomásra, nem szerette a búcsúzkodást. Kiváltképp, ha a fél falu előtt kellett megtennie. Tata erős, emberes készszorítással köszönt el tőle, szemei vészesen csillogni kezdtek. Nem várta meg, hogy utat törjenek érzelmei. Elballagott a gazdasági udvarba megetetni az egyszem malackájukat. Egész sötétedésig nem mutatkozott előttük. Ides arcát visszatartóztathatatlanul elárasztották a bánatkönnyei, férjével hosszan ölelték egymást. Imrében vadféltés dolgozott, egyrészt anyja iránt. Úgy érezte, neki nem jut a szeretetéből, ha apjának ad belőle ilyen sokat. Másrészt benne volt a levegőben, hogy apja olyan hosszú útra készül, ahonnan esetleg nem vezet vissza út. Közéjük furakodott hát, és percekig kétségbe esetten kapaszkodtak egymásba. Miután a nyikorgó fakapu becsapódott a férfi után, nyanya órákig jajveszékelt megállás nélkül. Magából kikelve szaggatta ruháját, míg össze nem esett az udvaron a kimerültségtől. Fél év alatt árnyéka lett önmagának. Először csak felkelni nem akart egy reggelen, később az ételt utasította el. A temetésén rettenetes égeső esett. A kisfiú valósággal nyűszített a félelemtől.
Az öreg asszonyok meghatódva jegyezték meg, hogy ez a gyermek mennyire ragaszkodott a nagyanyjához. A kisöccse nem is ismerte apjukat. Gyurka születésekor már nem volt otthon. A bombázások, a nélkülözés közepette anyjuknak a két gyermek felnevelése óvása adott erőt. Anyatigrisként védte őket mindentől, a szájától vont el az utolsó falatot, csak nekik jusson. A legnagyobb tragédia 2 évvel ezelőtt érte őket. Megkapták azt az értesítést, melytől minden család rettegett a faluban. Nem tudta felfogni épésszel imádott férje elvesztését. Eszelősen csak azt hajtogatja, hogy lehetetlen, ő ezt biztosan megérezte volna. Tata nem szólt egyet sem. Sarkon fordult, és kiballagott a konyhából. 2 napig keresték. A szalmatároló pajta padlásán akasztotta fel magát a gerendára. A temetése után éppen 3 héttel jött az értesítés, miszerint tévedés volt a halálhír. Férje sebesülten, öntudatlanul feküdt egy katonai kórházban. Az emberek mint egy parancsóra utat hagytak az asszony előtt. A porfellekből kirajzolódni látszott egy hosszú, kopottas katona köpönyeget viselő vékony alak. Borostás beesett arcát mély ráncok barázdálták. Hosszú pillanatokig csak a tekintetük fonódott egybe, majd szinte összeolvadva, görcsösen ölelték egymást karjaik. Imre az öccsét kézen fogva húzta maga után, hogy együtt üdvözöljék apjukat. A nagyobbik legényke megtántorodott a férfi láttán, hiába erőlködött, nem tudta az emlékeiben élő életerős vidám embert összeegyeztetni az előtte álló vékony, sepphelyes arcú, beteges kinézetű alakkal. Gyurka megrángatta a nadrágja szárát. Ez a bácsi az apánk? Nem. Ez valaki egészen más. Akkor ki ez, és miért öleli Idest? Nem ismerem. Idegen.